Ahogy 1956 hősei a mi jövőnkért, úgy mi a saját gyerekeink és unokáink jövőjéért vagyunk felelősek, mondta Vitályos Eszter országgyűlési képviselő Visegrádon, a Dunamoziban megtartott megemlékezésen. Az ünnepi alkalmon Őri Dénes polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a beszédeket követően az esztergomi színjátszókör műsorával emlékeztek a forradalmi eseményekre. Visegrád polgármestere a hősök emléke előtt tisztelegve kiemelte, október 23-án a bátorságot, az összefogást és a szabadság iránti vágyunkat ünnepeljük. Ma azokra a magyar hősökre emlékezünk, akik nem féltek az igazságért kiállni, akik életüket áldozták hazánkért. Áldozatuk nem volt hiába való, hiszen nekik is köszönhetjük, hogy ma demokratikus keretek között élhetünk. 33 évvel ezelőtt, az első szabad választások után új korszak kezdődött hazánk történelmében. Azóta is folyamatosan építjük demokráciánkat, és arra törekszünk, hogy minden polgár számára biztosítsuk a szabadság, egyenlőség és a jobb élet lehetőségét. A hősök emléke 67 év alatt sem halványult el. Kihívásokban azonban a mai korban sincs hiány, tette hozzá. A világban dúló háborúk, a gazdasági válság okozta nehézségek mindannyiunk életére kihatnak. Szabadságunkat és biztonságunkat az újkori népvándorlás és az azzal járó következmények ugyancsak veszélyeztetik. Ebben a helyzetben kizárólag egy erős nemzeti kormány és Magyarország polgárainak példaértékű összefogása jelentett védőbástyát. Az 56-os hősök példája vezessen minket ma is, zárta szavait Őri Dénes. Vitályos Eszter miniszterhelyettes köszöntője elején egy gyermek történetét olvasta fel a forradalom kitörésére és az áldozatokra emlékezve. Mi, akik itt vagyunk, tőlük kaptuk örökül a szabadságunkat. Nekik köszönhetjük azt is, hogy most még van választásunk. És legyen bármilyen nehéz is, mi magyarok mindig Istent, a hazát és a családunkat fogjuk választani. Ez 1956 üzenete a mai magyaroknak. Tisztelt ünneplők, kedves visegrádiak! Az örökül kapott szabadság és a megannyi véráldozat útján megőrzött becsület akkor ér valamit, ha mi sem a könnyebb utat választjuk. Ha elhisszük, hogy képesek vagyunk szabadon, önállóan és erősen tekinteni a jövőbe, mert ahogyan 1956 hősei a mi jövőnkért, úgy mi a saját gyermekeinkért és unokáink jövőjéért vagyunk felelősek. Ehhez azonban mindnyájunkra szükség van, tette hozzá Vitályos Eszter. Legyünk mi a fény, az méltó ugyanis a hősök emlékéhez. A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse, a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia, és ez a vérfolyam most már olvad az emlékezetben. A beszédek után az esztergomi színjátszókör ünnepi műsora következett. Október 23-án a debreceni és budapesti véres események ezzel egy időben a szovjet csapatok bevetése egyértelműen mutatják. A hatalom az erőszak korlátlan alkalmazása mellett döntött. Az október 26-a és 29-e között 45 vidéki sortűz zajlott le, mintegy 220 halálos áldozat követelve. Ó, én zászló volnék, sohasem lopognék, mindenféle szélnek hajlagossá volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek. Ők, akik örökségbe kapták, ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor. A költő, a szamár, a pásztor. Az alomban a jászol mellett, ha az élet elevent ellett. A csodát most is ők vigyázzák.
leheletükkel állnak strázsát. Mert csillagég, hasad a hajnal, mondd meg nekik, menj bőle az angyal.